Sziasztok! Üdvözöllek titeket itt a csatornámon! A mai nap egy olyan videóval készültem, amit ti kértetek tőlem, hogy ezt a videót megcsináljam, vagy kezdjek el ilyen fajta videókat csinálni itt a YouTube csatornámon, ami pedig az, hogy ne haragudjatok, itt van a Bentley az asztalon. Itt fekszik és itt helyezkedik éppen el. Igazából a videó kérés, amit kértetek, az az, hogy csináljak angol nyelvre tanító videókat. Én nem vagyok nyelvtanár, nem vagyok pedagógus, megmondom őszintén, hogy én az angol nyelvet azt nem tudatosan használom. Tanultam angolt középiskolában 4 évig, alapszinten, de én az angolt azt nem tudatosan használom, tehát nem a szabályok szerint gondolkodok, amikor én angolul beszélek, hanem mivel már itt élek 6-7 éve, ezért átvettem az itteni nyelvet, átvettem az itteni kifejezéseket, szavakat, szlengeket, amiket itt használunk, és én azáltal beszélek angolul, ami azt jelenti, hogy amikor kijönnek a szavak a számon, azok nem azért történnek, mert én előre elgondoltam, hogy ezt és ezt így fogom mondani, ilyen sorrendben, ilyen nyelvtani szabállyal, hanem azért mondom, mert így vettem át, és így van az agyamban, így van az emlékezetemben, és ez így jön ki a számon. Arra gondoltam, hogy az egy nagyon-nagyon jó ötlet, hogyha egy olyan videóval készülök, amiben nagyon-nagyon fontos kifejezéseket, nagyon fontos szavakat mondok el egyes témákban. És kérdeztem tőletek Instagramon, hogy milyen témákban szeretnétek látni ilyen angol nyelvű hasznos szavak, kifejezések videót, és nagyon sokan írtátok azt, hogy utazással kapcsolatban, ezen kívül kaptam több témáról is, amit meg fogok valósítani mindenképpen, de a legtöbb kérés az mindenképpen arra jött, hogy az utazással kapcsolatban csináljak egy ilyen videót. És szerintem ez egy jó dolog, főleg most, hogy mindannyian otthon vagyunk a karanténban, és azon gondolkodunk, hogy milyen jó lenne, hogyha elmehetnénk nyaralni ide, vagy elmehetnénk utazni oda, úgyhogy ez egy jó videó, hogy legalább egy kicsit az utazással kapcsolatban beszélgetünk. Összeírtam a kifejezéseket, meg a gondolatmenetemet, ahogy le akarom ezt az egészet vezetni, csak hogy véletlenül se maradjon ki sem. Arra gondoltam, hogy nagyon-nagyon egyszerűen fogok rajta átmenni, nem fogok belemenni a részletekbe, tényleg csak azokat a kifejezéseket és szavakat mondom el, amik a legfontosabbak. Hogyha szeretnétek részletesebb videót, nagyon szívesen elkészítem azt is, csak most így az elején nem nagyon tudom, hogy mi az, amit szeretnétek látni, mi az, ami túl sok, mi az, ami túl kevés, mi az, ami esetleg túl bonyolult. Semmiféleképpen sem akarom azt, hogy esetleg én túl alapvető dolgokat mondok el, ami talán unalmasnak hangzódik, vagy esetleg túl bonyolult, vagy kacifántos dolgokat emelek ki, ami meg esetleg talán túl sok. Szóval a lényeg, hogy én úgy szedtem össze ezt az egész utazásos dolgot, hogy a legegyszerűbb, a legalapvetőbb, a leghasznosabb kifejezések, szavakat szedtem össze. Hogyha ez nektek tetszik, akkor ugyanerre az alapra szívesen megcsinálok már témában ezt a videót, de hogyha úgy gondoljátok, hogy valamit szeretnétek, hogy változtassak, akármiről is legyen szó, esetleg a nehézség, esetleg a részletesség, esetleg hosszabb mondatok, rövidebb mondatok, akármilyen tanácsotok van, mindenképpen írjátok meg itt lent a komment szekcióban, és azokat fel fogom használni arra, hogy a következő ilyen angol tanítós vagy angol nyelvű videót csináljak. Úgy állítom fel, hogy az egész utazásnak a menetén szépen végigmegyek, és közben ami szó vagy kifejezés szerintem fontos lehet, ezt megemlítem. Amikor elkezdünk az utazással foglalkozni, akkor mi az első? Az, hogy lefoglaljuk az utazást, és az, hogy lefoglaljuk a repülőgépet, a hotelt és ezeket, és ezekhez találtam egy pár kifejezés. Hogyha megveszed a repülőjegyetet, akkor azt úgy mondod angol kifejezéssel, hogy book a flight. Book az, hogy bookolni. Tehát megveszed, megrendeled, vagy lefoglalod, és a flight az pedig a repülőjegyedet. Tehát book a flight. Ide mindent le fogok írni, book a flight. Amikor azt mondod, hogy én most vettem egy repülőjegyet, akkor azt, hogy I just booked a flight to Hawaii, or Chicago, or the Bahamas, vagy akárhova, hogyha foglalsz egy repülőjegyet, akkor book a flight. A következő az, hogy you make a hotel reservation. Hotel reservation az a hotel lefoglalod. You make a hotel reservation. You can also book your hotel. You don't have to make a reservation, you can book it. It's either or. Vagy book or make a reservation. Ez ugyanez vonatkozik
minden ilyenre. Hogyha nem hotelba mész, hanem mondjuk Airbnb, akkor bookolod az Airbnb-t, vagy you make a reservation, or you just Airbnb. Az Airbnb-t azt használhatod úgy is, mint egy igét. I just Airbnb-ed something. Tehát valamit Airbnb-ztél. Következő szó, ami fontos, hogy ugye biztosítást kössünk. A biztosítás az angolul insurance. Az insurance-edet viszed magaddal, hogy esetleg akár baj van, akkor ott van az insurance numbered, amit fel tudsz használni, ha esetleg orvoshoz kell menni. Úgy is tudsz foglalni nyaralást, hogy a hotelt és a repülőt azt egyszerre foglalod le. Nagyon sok ilyen utazásos oldal, például Expedia, Kayak, vagy egy csomó ilyen oldalon tudsz foglalni egyszerre a hotelt és a repülőt, és azt úgy hívják, hogy bundle. Amikor valamit együtt foglalsz le, amikor lefoglalod a repülőt és a hotel, az egy bundle. Ez még egy jó szó lehet, hogyha esetleg interneten foglalsz valamit. Végre itt van a nyaralás, végre kezdődik az egész. Hova megyünk? A reptérre valószínűleg. Szóval, hogyha elmész a reptérre, a repülőtér az az airport, kimész az airportra, és az első dolog, amit csinálsz, az you have to check in. A check-in, amikor becsekkolsz ugye a repülődre, amikor oda mész a repülőtéren, megkapod a beszállási kártyát. A beszállási kártya az boarding pass, az egy fontos még, amit lehet tudni, és utána elmész, hogy megtaláld a kaput, vagyis a gate-et. Bemész, you check in, you get your boarding pass, and you go and find your gate. Elmész és megkeresed a gate-edet. Mielőtt elindulsz megkeresni a gate-edet, leadod a luggage-odat. A luggage az magába foglalja a suitcase-edet, a suitcase az a nagy bőröd, amit you have to check in, vagyis be kell csekkolnod, és van a carry-on. A carry-on az a pici bőröndöd, azt pedig viszed magaddal föl a repülőgépre, ha szerencséd van, mondjuk az enyémet múltkor elvették, és szépen össze is karcolták. A luggage-ba benne van a suitcase, ami a nagy bőrönd, és a carry-on, ami a kicsi bőrönd, amit húzol magaddal. Egyes országokba kell vízumot kapnod, hogy beléphess, és az pedig a visa. Visa az a vízum. You have to get visa to go to the United States. Hogyha el kell menned egy olyan országba, ahol kötelező vízumot kapnod, hogy belép, akkor az a visa. Szóval azt nyilván elviszed magaddal a reptérre, mert ugye azt is, amikor check-in-olsz, akkor a vízát oda kell adnod. A passport, ami egy nagyon fontos szó, a passport az az útleveled, az útlevél nyilvánvalóan kell ahhoz, hogy föl tudsz szállni a gépre. Szóval a repülőtéren check-in, passport, visa, carry on, suitcase, and you go to the gate. És utána pedig mész a gate-hez, tehát a kapuhoz. Odaértél a gate-hez, és felszállsz a repülőre. Ami szerintem a legfontosabb, hogy a repülőgépen tudjuk, hogy hol van a restroom. A restroom az a mosdót jelenti. Nagyon sokaknál észrevettem, hogy akiknek nem a nyelvük az angol, tehát nem az anyanyelvük, vagy nem a második nyelvük, vagy a harmadik nyelvük, hanem csak turistaként használják az angol nyelvet, hogyha esetleg elutaznak valahova. Nagyon sokaknál észrevettem azt, hogy azt a szót, hogy restroom, nagyon-nagyon kevesen használják. Nagyon sokan mondják azt, hogyha keresik a mosdót, hogy hol van a WC. Tehát azt mondják, hogy toilet. Így nevezik a mosdót. És ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog, mivel itt, nem tudom, hogy a brit angolban hogy van, itt nem mondunk olyat, hogy hol van a toilet. Mert akkor azt kérdezem meg, hogy hol van egy darab WC. Tehát az, igazából azt akarod tudni, hogy hol van egy WC kagyló. Ami nagyon furcsán hangzik, hogyha belegondolunk. Ezért úgy mondjuk, hogy restroom. Úgy is mondhatod, hogy bathroom, de a restroom az inkább ami nyilvános WC, tehát rest room. Te azt akarod megkérdezni, hogy hol van a restroom, akkor azt mondod, hogy could you please tell me where can I find the restroom? Where can I find the restroom? Hol találhatom meg a mosdót? Nem a toiletet. A toilet az benn van a mosdóban, azt nem kell megtalálnod külön. Lesz toilet a restroomban mindenképpen. Hogyha esetleg belül ülsz az ablak mellett, és melletted ülnek többen, hogy ki kell menned a restroomba, akkor például olyat mondhatsz, hogy megböködöd a melletted lévőt, és azt mondod, hogy hey, is it okay if I go to the restroom? Is it okay to go to the restroom? Mivel, hát át kell másznod rajta, nyilván nem fogsz átugrani, vagy esetleg azt mondod neki, hogy could you please let me out so I can get to the restroom, or I can go to the restroom? Could you please let me out? Szóval ki tudnál esetleg engedni, hogy el tudjak menni a mosdóba. Ha esetleg valamire szükséged van, akkor azt mondod, hogy can I please get? Can I please have? Can I please have some? Mindig tegyük fel, vizet szeretnél, can I please have some water? Can I please have some wine? Can I please have some avocado? Akármit, amit akarsz, can I please have some?
és utána behelyettesíted a szót, akármire is szükséged van. Szerintem ez egy nagyon fontos dolog, mert hát mindenféle szükségünk lehet a gépen. Megérkeztünk a célpontra, leszállunk. Mi az első? Az, hogy föl kell venned azt a csomagodat, a suitcase-edet, amit te leadtál még mondjuk Magyarországon, amikor felszálltál a gépre. Szóval el kell menned a baggage claim részre. A baggage claim az az, ahol kiadják a te suitcase-edet, vagyis a bőröndödet. Miután megvan a bőröndöd, és remélhetőleg nem tűnt el, ha eltűnt, akkor az lost, de azt ott útba fognak igazítani. Miután megvan a bőröndöd, kijöttél a reptérről, a legfontosabb az az, hogy hív magadnak egy taxit, vagy hív magadnak egy Uber-t. Általában itt az Egyesült Államokban mindenki Uber-t használ, mert a taxi az nem olyan gyors, mármint nem olyan gyorsan ér oda, ezen kívül sokkal drágább, ezért itt a legtöbb ember Uber-t használ. Azt hiszem Magyarországon már nincsen Uber, mert betiltották, de itt van és nagyon jól működik. Mit kell csinálni? You call an Uber. You call an Uber. You don't have to call an Uber, because you just use your app, de az app-edet használod arra, hogy hívj egy Uber-t. Megkérdezik tőled, hogy hey, akarod, hogy elvigyelek? Vagy hey, itt egy taxi, menjünk a taxival? Akkor azt mondja, no, I just call an Uber. És akkor hívsz egy Uber-t a telefonodon, az app-eden. De hogyha nem akarsz Uber-t használni, vagy olyan országban mész, ahol nincsen Uber, akkor azt mondod, hogy I call a taxi, or I call a cab. Cab, taxi, egy és ugyanaz. Amikor már kiszálltál az Uber-ödből, és bemész a hotelbe, akkor az első az az, hogy you have to check in. Megint be kell csekkolnod. Egyes hotelekben nem lehet becsekkolni mondjuk délután 3-ig, vagy délig, vagy mit tudom én, hogy meddig, minden hotel más, akkor megkérdezte tőlük, hogy van-e early check-in. Az azt jelenti, hogy becsekkolhatsz-e még mielőtt elméletileg megengedett, mert lehet, hogy a szobád már készen áll arra, hogy te bemenj. Tehát, hogyha esetleg tudod azt, hogy 3 után lehet csak becsekkolni, de te odaértél délbe, akkor megkérdezte tőlük, hogy van-e nekik early check-in. Mert az early check-in az az, hogy előbb be tudsz menni. Esetleg, hogyha szerencséd van, akkor upgrade your room. Az azt jelenti, hogy upgrade-olhatod a szobádat. Az upgrade az az, amikor esetleg egy jobb opciót választhatsz. Mondjuk tegyük fel a szoba, amit te magadnak lefoglaltál, az mondjuk a városnak egy részére ránéz, de te olyan szobát szeretnél, ami ránéz az óceánra mondjuk, akkor az a kifejezés, amit te szeretnél megkérdezni, ez az upgrade. Az upgrade az mindig az, amikor valami jobbat kapsz, tehát föl jobbítod a meglévődet, tehát upgrade-olod. Can I upgrade my room? Lehet, hogy nincs is rá mondjuk lehetőség, hogy upgrade-ol, de mindig jó megkérdezni, mert néha ingyen upgrade-olnak. Ha csak megkérdezed, akkor azt mondja, oh, actually, van nekünk egy jobb szobánk, akkor upgrade-olunk rá. Leadod a hotelban a csomagjaidat. You drop off your luggage. A drop off az az, hogy leadni valamit, tehát nem check-in, a check-in amikor becsekkolod és feladod, itt most leadod, drop off your luggage, leadod a bőröndödet, és ugye azt majd fölviszik a szobádba, szeretnél borravalót adni annak, aki felviszi mondjuk a szobádba a bőröndjeidet, vagy segít neked esetleg cipekedni, vagy ilyesmi. Ha borravalóról beszélünk, a borravaló az tip. Tip. Ilyen egyszerű. Hogyha akarod mondjuk ilyeként használni, akkor azt mondod, hogy I tip someone. Valakit tippolok. Valakit borravalózok. I tip someone. Or I tipped someone. Az a múlt ideje. A következő az az, hogy a hotelban mindenféle jó dolog van, amivel el tudod magad foglalni. Például a medence, vagy ezek a dolgok. Ezeket szerintem nagyon jól megtanulni. Ezeket úgy hívják összefoglaló néven, hogy amenities. Ez az amenities, ez az, ami minden ilyet magába foglal, ami ilyen extrák vannak ott a hotelban. Pool, ami a medence, spa, ami a spa, jacuzzi, ami a jacuzzi, gym, ami a konditerem. Azt is meg tudod kérdezni például, vagy amit esetleg akarsz keresni, hogy pool hours, hogy mennyi ideig van nyitva a medence, mert az fontos tudni, hogy mondjuk esetleg este 10-ig van csak nyitva, akkor utána nem mész a medencéhez, tehát pool hours, az is egy jó szó, ami jó megjegyezni. És akkor kész vagyunk a hotellal, ki akarsz menni, és akarod élvezni a nyaralásodat, akkor az első szó, amit szerintem érdemes megjegyezni, az az, hogy hogy mondod ezeket a programokat. Nem úgy mondod angolul, hogy programok, hanem azt úgy mondod, hogy activities. Nem azt mondod, hogy milyen programjaitok vannak, mert akkor nem nagyon fogják érteni, hogy mire gondolsz, hogy program, hanem azt mondod, hogy activities. Milyen fajta activities van, amit esetleg tudnának ajánlani. Esetleg, hogyha gyerekeid vannak, akkor meg tudod kérdezni, hogy van esetleg kid-friendly activities. Do you guys know any
kid-friendly activities in the area. Tehát ez a kid-friendly activities, ez fontos, mivel ha gyerekeid vannak, akkor fontos, hogy olyan programokat csinálj, ami a gyerekeknek is jó. Ilyen turista dolgokat akarsz látni, akkor az ilyen turista dolgok, ezek a turista helyek, azokat úgy hívod, hogy tourist attractions. Tourist attractions. Tehát olyan dolgok, ami a turistákat érdekelhetik. Például, ha itt vagy Los Angelesben, a Hollywood felirat az egy tourist attraction. Vagy a csillagok, a hollywoodi csillagok, az tourist attraction. Hogyha nyaralsz, akkor nyilvánvalóan meg fogsz látogatni egy-két jó éttermet is. Az étterem az restaurant angolul, szerintem azt nagyon sokan tudják, vagy éttermek, restaurants. Ha elmész egy étterembe, akkor nagyon fontos, hogy kérd az étlapot. Itt az étlapot úgy hívják, hogy menu, tehát menü, mint Magyarországon a menü, az itt az étlapot jelenti, tehát az nem azt jelenti. Magyarországon a menü az azt jelenti, hogyha esetleg valami ilyen kombinációs étel van, tehát amiben benne van mondjuk, leves, meg mondjuk valami második étel, itt azt úgy hívják, hogy combo. Szerintem ez fontos, hogy így megismerjük a különbséget, tehát ami Magyarországon a menü, ez az itt úgy hívják, hogy combo, és ami Magyarországon az étlap, az itt a menu. Ez a különbség így a kettő között. Meg is kérdezheted az étteremben, hogy van esetleg kids menu. Amikor rendelsz, vagy az étlapot nézed, akkor valószínűleg föl van tüntetve az étlap alján, de megkérdezheted az ott dolgozót, vagy felszolgált, vagy akárkit, hogy ami ételt te szeretnél enni, az mondjuk mindenképpen legyen tejmentes. Az nekem egy nagyon fontos dolog, mert én nem eszek semmi tejterméket, hogy tejmentes legyen, az úgy hívják, hogy dairy free. Mindig a free az a mentes, és alára elé rakod azt, hogy dairy. A dairy az a tejtermék, tehát tejtermékmentes, dairy free. De lehet gluténmentes, ami gluten free. Gluten free. Vegetarian, ami vegetáriánus, vagy lehet vegán, ami vegan. Tehát gluten free, dairy free, vegan, vegetarian, akármilyen, ami esetleg neked gondot okozhat, az nagyon érdemes megtanulni ezeket a szavakat, mert akkor ezt meg tudod kérdezni, mondjuk rendelsz egy tésztát. Could you please tell me if the pasta is dairy free? Mert nagyon fontos, hogy dairy free legyen, mivel te allergiás vagy, és nem akarod összehányni magad. A következő dolgok, amiket gondoltam, hogy így felsorolok, azok olyan kifejezések, olyan szavak, amik csak így a nyaralás alatt, ami nem étteremhez fűződik, vagy akár mihez, ami szerintem így fontos lehet és hasznos lehet megtanulni. Az első az, hogy a kocsi bérlés, azt úgy mondod, hogy you rent a car. You can rent a car. Rent az, amikor kibérelsz valamit, a car az az autó, tehát you rent a car. You look for a car rental. Car rental. A rental az a bérlőhely, tehát car rental. Ami még fontos lehet, nagyon sok helyen a turisták szeretnének mondjuk a bankkártyájukkal fizetni, vagy kreditkártyával fizetni. Azt szerintem fontos megkérdezni, hogyha valahova elmész, hogy mondjuk ki akarsz bérelni egy mondjuk jetskit a parton, és megkérdezed, hogy do you accept credit cards? Az azt jelenti, hogy elfogadsz bankkártyát. Do you accept? Accept az, hogy elfogadni. Hogy do you accept credit cards or cash only? Vannak mindenféle ilyen programok, magyarul programok, amikre el lehet menni. Ott meg lehet kérdezni, hogy esetleg van valamilyen kedvezmény, amit mondjuk csoportoknak fel lehet használni, vagy időseknek, nyugdíjasoknak fel lehet használni, vagy esetleg gyerekeknek más az ár. Azt úgy kérdezed meg, hogy do you have any discounts for? Tehát van akármilyen kedvezményetek, és hogy mire? Mondjuk azt mondod, hogy do you have any discounts for kids? Or do you guys have any discounts for students? Néha van ilyen student discount, ami diák kedvezmény, tehát ha van diák igazolványod, akkor kapsz valamilyen kedvezményt. Az is nagyon fontos megkérdezni, hogy do you have any discounts for students? Do you guys have any discounts for seniors? Tehát nyugdíjasoknak. Do you have any discounts for groups? Lehet, hogyha nagy csoportba mentek, mondjuk több család együtt megy nyaralni, és együtt valamit mondjuk akartok csinálni, akkor lehet, hogy kaptok valami kedvezményt, mert sok ember megy. Ha esetleg nem bankkártyával fizetsz, hanem mondjuk készpénzzel, akkor fontos az, hogy megkérdezd, hogy where can I exchange currency? Az azt jelenti, hogy hol tudok váltani pénzt. Exchange az a váltani, currency az pedig pénz nem. Tehát a pénz nemet akarod váltani, nyilván mondjuk forintot US dollárba, vagy mondjuk euróba, vagy ilyesmi, akkor azt kérdezed meg, hogy where can I exchange currency? Exchange currency. Nagyjából túl vagyunk a nyaraláson, és most már megyünk haza. Az, ahogy visszamegyünk a hotelhez, hogy amikor az early check-inről beszéltünk, tehát hogy előbb be tud csekkolni,
itt, amikor kicsekkolsz, akkor fontos megkérdezni esetleg azt, hogy van-e late check-out. You have to check out. A check out a hotelba az az, amikor visszaadod a kulcsokat és kicsekkolsz, tehát nem becsekkolsz, hanem kicsekkolsz. Check out az pedig fontos azért, mert lehet, hogy mondjuk a legkésőbbi, hogy te kicsekkolhass, az mondjuk dél. Tehát délig el kell hagynod a hotelszobádat, de mondjuk a repülőgéped nem megy este 8-ig, akkor abban a 8 órában mit csinálsz? Tehát meg tudod kérdezni azt mondjuk a hotelnak a recepcióján, hogy esetleg tudsz-e csinálni late check out. És akkor utána pedig megcsináld a check-in for your flight, amikor becsekkolsz a repülőtéren a repülődre, és onnantól kezdve már minden megy magától. Úgyhogy nagyjából ezeket szedtem össze, ezeket gondoltam, hogy esetleg nektek jól jöhet, vagy hasznos lehet. Még egyszer el szeretném ismételni azt, hogy nem tudom, hogy milyen szintű angol szavakat vagy kifejezéseket vártok tőlem. Remélem, hogy ez egy olyan, ami hasznos. Megpróbáltam olyanokat összeszedni, ami egyszerű, hasznos, rövid, lényegre törő. Hogyha szeretnétek bonyolultabbat, nagyon szívesen. Hogyha szeretnétek részletesebbet, azt is nagyon szívesen megcsinálom. Amit szeretnék tőletek kérni, azt, hogy mindenképpen írjátok meg lent, hogy mi az, amit vártok tőlem ebben az egész angol nyelvű videóban, mivel nem tudom, hogy milyen szintű angolt szeretnétek hallani, milyen szintű kifejezéseket, mondatokat, szavakat szeretnétek hallani. Ne haragudjatok, de a Bentley ide akart jönni az ölembe. Arra gondoltam, hogy fogok csinálni egy olyan angol nyelvű videót, amiben ilyen rövidítéseket fogok majd összeszedni, ilyen angol rövidítéseket, amit mondjuk ilyen text message-be, tehát ilyen üzenetekbe sokan használnak, vagy az interneten sokat használnak, ilyen egy-két betűs ilyen rövidítés, és hogy melyik mit jelent, és hogy milyen szituációban lehet használni. Arra gondoltam, hogy esetleg az még egy jó videó lehet, de nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha most segítenétek nekem ebben a következő angol nyelvű videóban, és megírnátok, hogy pontosan mit szeretnétek látni, hogy milyen szintű angol szeretnétek látni, hogy milyen fajta kifejezéseket szeretnétek, és én nagyon-nagyon szívesen megcsinálom, mert nagyon élveztem ezt is. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!